Csodálatosan szép napot szeretnék mindenkinek kívánni. Elérkeztünk egy következő videóhoz. Véget ért a Hello Week, aminek egyfelől nagyon örülök, másfelől pedig sajnálom. Ahogy látjátok, még az utolsó körmöm fent is van, úgyhogy ez egy kérdésre a válasz is lesz. Viszont nagyon-nagyon hosszú hetem volt, és arra gondoltam, hogy beszélgessünk egyet, ugyanis ha megnézitek, 5 arcfestés után van pár ecset, amit igenis ki kell mosni. Nem fogjuk az összeset kimosni, mert elképesztően fáradt vagyok, el nem tudom mondani, viszont a kedvenc ecseteimet ki fogom válogatni, pár kérdésre fogok közben válaszolni, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Kezdjük el, nem mondom, hogy gyertek közelebb, mert így se fogjátok teljesen látni, hogy mit csinálok. Azt sem tudom egyébként, hogy ezzel fogom-e csinálni, vagy valami mással. Van itt olaj is egyébként, amit tudok használni, hogyha nagyon-nagyon durván festékes valamelyik, nem csak poros. Úgyhogy kezdjünk a nagyokkal, azokat szeretem a legjobban most, ez sokkal gyorsabb. És akkor nézzük is az első kérdést, amit mondtam nektek. Volt egy olyan kérdés, hogy melyik volt a leghosszabb körmöm, amit valaha építettem, és szeretném nektek megmutatni, hogy ez. Soha nem volt még ilyen hosszú körmöm, nem is valószínű, hogy feltétlenül lesz, esetleg akkor, hogyha megint valami ennyire komolyat szeretnék rajzolni, vagy festeni, de csak úgy, mert tetszik, nem lesz. Ez nekem esztétikailag hosszú egyébként, meglepődtem, de annyira, hogy is mondjam, nem akadályoz annyira a dolgokba, mint gondoltam. Van itt egy olyan kérdés is, hogy mennyi idő alatt csináltam meg. Hát nagyon sok idő volt. Rengeteg. Nem hiszem egyébként, hogy a videóban látszik, de 2 részletben csináltam meg a körmöt, és körülbelül 2x5-6 óra volt mind a 2 művelet. Külön maga a felépítés is, és külön a rajzolás is, úgyhogy nagyon-nagyon sok volt. Viszont elképesztően kiszerettem volna próbálni magamat egy ennyire részletes mintában is, úgyhogy örülök neki egyébként, meg nagyon tetszik. Viszont azt bánom, hogy 3. napja van a kezemen, és szerintem holnap le fogom szedni, tehát szeretnék takarítani, meg ilyen dolgokat csinálni, és véletlenül se akarok arra figyelni, hogy vigyázni kelljen a körmömre. Eddig nem akadtam még bele semmibe, és ilyen hétköznapi dolgokban nem zavart, viszont biztos vagyok benne, hogy ha elkezdenék takarítani, akkor tudja, hogy valamiben vagy beleütném, vagy nem tudom én micsoda, úgyhogy nem, köszönöm szépen, azt kihagyom. És akkor inkább leszedem a hosszát. Na, lássuk az első szárítást. Csodálatos. És nem értem, de szinte szárazra csinálja még mindig. Következő kérdés. Nagyon sokan érdeklődtök Oli felől. Itt egy olyan kérdés van, hogy mennyire tanul gyorsan a kutyusotok, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően, viszont azt is hozzá kell tenni, hogyha nem akar valamit megcsinálni, akkor te arra nem veszed rá. Elképesztően rossz olyan szempontból, hogy imádja tesztelni, hogy meddig lehet elmenni, mikor mondjuk még azt, hogy oké, de mikor van az, hogy nem, biztos lehetsz benne, hogy nem. Nagyon szereti tesztelni, hogy hányszor mondunk el neki egy feladatot. Olyan dolgokat, amiket hónapok óta tud, elmúlt ugye már 1 éves bőven, és tudom jó, hogy tudja az adott dolgot, de azért szereti megpróbálni, hogy vajon, ha nem csinálom meg, akkor újra mondják, vagy mi fog történni. Úgyhogy nagyon rossz. De egyébként tündérbogár. Volt olyan kérdés is, hogy szeretnénk-e második kutyát, és ha igen, akkor milyen kutyát és mikor. Szeretnénk második kutyát, viszont Dobermant, úgyhogy nem most. Oli most kezd el lenyugodni, most kezdett el lenyugodni, egy pár hete, hónapja most már egész tűrhetően viselkedik. Szeretnénk kielvezni ezt az állapotot most, hogy már ilyen kedves és nyugodt, úgyhogy nem tervezünk kiskutyát hozni a házba, egy jó darabig, köszönjük szépen. Most veszem észre, hogy közben
totál fáradt vagyok, mondtam már nektek. Nem tettem fel a szájfényemet. Pedig ez volt a sminkem fő szereplője. Sokkal jobb. Oké, lássuk a következőt. Tudsz ajánlani valami filmet, amit néztél mostanában? Az az igazság, hogy filmet mostanában egyébként nem néztem, sorozatot nagyon sokat, viszont olyan film van, amit meg szeretnék nézni. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de azt szerintem mondtuk már többször, hogy Bence megmutatta nekem a Marvel univerzumot, és teljesen beleestem. Minden filmet láttam, és nagyon-nagyon szeretem. És ugye most jött ki a legújabb Marvel film, az Örökkévalók, és azt mindenképpen meg szeretném nézni. Alig várom, hogy menjünk. Bencéhez vettünk fel egy közös videót, spoiler, és ott ő azt mondta, hogy neki már van is kedvenc szereplője, úgyhogy fogtam magam is, az összes létező előzetest és mindent megnéztem róla. Természetesen csak addig, amíg spoiler nélküliek. Viszont ha valaki nem tudná, akkor annyit elmondok, hogy 10 a Földet védelmező szuperhősről szól, akik több ezer éve már a Földön vannak. És amit még fontos egyébként tudni róla, hogy a végjáték után játszódik, csak hogy időrendileg tudjátok hova tenni. Eddig minden Marvel filmből volt kedvenc szereplőm, úgyhogy természetesen ezt se hagyhattam ki. És az előzetesek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a filmből Circe a kedvencem, akiről annyit kell tudni, Szóval, hogy róla annyit kell tudni, hogy nem harcos, de át tudja változtatni a dolgokat. És ezeket mindig szeretem, amikor nem harcos, de mégis van valami nagyon érdekes képessége. És ugye az is érdekes, hogy ő nem ember, viszont megszerette az emberiséget. És a másik dolog, ami miatt elképesztően tiszteljük a hölgyet, az nem más, mint hogy Ikaris párja volt több ezer éven keresztül. Na most az van, hogy én imádom Dezső Bencét, de hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy több ezer éven keresztül leszünk együtt, akkor azért lehet, hogy vennék egy nagy levegőt. Ha valaki biztosan tudja egyébként, hogy menni fog megnézni ezt a filmet, és látok már előzeteseket, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ki a kedvenc karakteretek, vagy hogy kire gondoltok, hogy a kedvencetek lesz. És csak, hogy biztos mindenkinek tiszta legyen, november 4-én érkezik a mozikba, úgyhogy mindenki rohanjon, és akkor meg lehet, hogy találkozunk is, mert hogy én az első közt leszek, aki megnézi, abba biztosak lehettek. Nagyon-nagyon vártam már. Nagyon szépen köszönöm a videó mai támogatóinak, mehetünk is a következő kérdésre. Tekintve, hogy ugye körmös videót tettem ki utoljára, nagyon sok körmös kérdésünk van, mutatom közben a körmömet, hogy lehet, hogy képet vágok be. Olyan kérdésünk van, hogy hogy mat lett a körmöm, egyszerűen csak így tetszett, vagy a minta jobban látszik. Kezd elromlani ez a csoda valami? Egyébként is elképesztően imádom a matt körmöket, viszont ha ennyire részletes dolgokat festesz fel körömre, akkor az célszerű matra csinálni, ugyanis akkor nem csillan be ugye sehol, és akkor minden részlet úgy látszik, ahogy te azt oda tervezted, és oda tetted. Ellenben viszont ugye, hogyha fényes a köröm, akkor minden egyes részén becsillanhat, ami elronthatja a mintát. Viszont ilyenkor is szeretek azzal játszani, hogy melyik része fényes, illetve matt, nem mindig csak az egész matt vagy fényes. Remélem így érthető volt, amit mondtam. Mikor lesz Bencével új videó, please válaszolj, hamarabb, mint gondolnátok. Sokkal-sokkal hamarabb, mint gondolnátok. Nem sokára jön vissza ő is, és tudom, hogy hiányzik nektek, aminek én nagyon örülök, viszont attól, hogy mindenki kérdezgeti az én komment részlegembe, attól nem fog gyorsabban visszajönni, és én pedig nem fogok helyette beszélni, mert hogyha ő szeretne erről beszélni, akkor ő beszél róla, én meg csak vagyok, és megyek közös videót csinálni vele. Mikor lesznek újra vlogok? Ha tudnátok, hogy mennyire szerettem volna már vlogolni, de hogy mennyire nem volt rá semmim, se időm, se tartalmam, témám, elmondani nem tudom, nagyon várom, és lesz. És egyébként kezdetek rábeszélni, hogy legyen vlogmas.
Amit nagyon nem akartam, mert tudjátok, hogy totál ki voltam a legutóbbi vlogmasztől, amit csináltam, és hogy nagyon nem sült jól el, viszont lehet, hogy nem lesz minden nap, lehet, hogy csak heti 3 videóval, vagy minden másnap, nem tudom. De kezdtek meggyőzni, hogy legyen vlogmas, úgyhogy úgy néz ki, hogy idén lesz vlogmas. Ez nem egy kérdés, ezt valaki állítja, csak szeretném megcáfolni, benne vagy az állarcos énekesbe. Mivel nem kérdés, így nem válasz, de azt mondom, hogy nem. Volt-e valaha is kisebbségi érzeted más lányok közt, akik mondjuk tudtad, hogy szebbek, tanács kellene, SOS? Na az van, hogy biztosan volt. Nem tudok mondani egy konkrét olyan pillanatot, amikor úgy éreztem, hogy úristen, itt összedel minden, mindenki szebb nálam, nagyon pánikba vagyok, nem tudom én micsoda, viszont biztos volt ilyen, tehát egyértelmű, mindenkinek az életében vannak ilyen pillanatok. De arra kell gondolni egyébként, hogy pont emiatt szerintem felesleges rajta pörögni, mert azon kívül, hogy mindenkinek megvannak a saját démonjai és igazából azok a dolgok, amiket nem szeret magán, lehet, hogy mások pont azt fogják benned szeretni. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy azon kívül, hogy gondolhatsz arra, hogy lehet, hogy a másik lány is ugyanezt gondolja magáról, és ugyanígy érez, mint te. Amellett mondom, gondolhatsz arra is, hogy valakinek pont ez fog benned tetszeni, és hogy nem kell rá görcsölni. És egyébként is mindenki a maga módján szép, ha nem szépségversenyt nézünk, akkor ki mondja meg, hogy mi a szép? Hogy mi az, hogy valaki szebb nálad? Másmilyenek vagytok. Te egy dolog miatt vagy szép, ő meg egy másik dolog miatt szép. Ennyi. Milyen más szakma érdekel téged, amit szívesen dolgoznál? Hát szerintem ezt egyébként látjátok, tehát hogyha valaki az én csatornámon körbenéz, akkor meglátja az összes érdeklődési körömet. És azt azért elmondom, nem tudom, hogy ezt hányszor mondtam már nektek, de hetente van valami, amit szeretnék csinálni. Bence azt mondja, hogy hetente, szerintem azért 2-3 hetente, vagy max. Egy havonta. De mindig van valami, amit általában véletlenül megtalálok, és akkor egy kicsit arra rápörgök, és azzal foglalkozom pár hétig. Megtanulok mindent róla, amire szükségem lehet, és utána megmondom, és nem foglalkozok vele. Hát ha tudnátok, hogy hány ilyen körön vagyok már túl, és hány dolgot tanultam már meg elejétől a végéig, ha kell, tesztet írok belőle, tehát olyan szinten, hogy úristen, nagyon imádom abba az adott pár hétbe azt a dolgot. Mindent megveszek hozzá egyébként, hogyha viszonylag egyszerűbb, amit lehet, és akkor azt addig csinálom, amíg foglalkoztat, utána teljesen abba vagyunk. Ez nem jó dolog egyébként, tehát ezt ne úgy vegyétek, de ezzel akartam demonstrálni azt, hogy folyamatosan érdekel valami. És ami nagyon érdekel, azt látjátok azért, hogy a hajazás az nagyon tetszik. Tehát azzal nagyon jól érzem magam. Imádom csinálni a parókáimat, elképesztően szeretem. Ezen kívül ugye a körmözés és a sminkelés, tehát ezek az én fő irányaim azért, azok megmaradtak. Ettől nagyon-nagyon eltérő dolog, hirtelen nem jut eszembe, de egyébként az is lehet, hogy van, és tudnék valami teljesen mással foglalkozni. Ugye a lovaglásra ott volt a lehetőség, hogy azzal foglalkozzak, viszont főállásszerűen azt azért nem. És így gyorsan szeretnék a lovas kérdésekre kitérni, hogy ne kérdezzetek lovas dolgot, mert nem lovagolok. Ha fogok lovagolni, akkor lesz róla videó, de nem lovagolok. 200 km választ el a lótól, nem látom minden nap. Jól van, tudom, hogy jól van, de nem látom, nem tudom, hogy mit csinálnak ki szinten. Pláne nem dolgozok vele. Ha valami fontos információ lesz arról, úgy is tudni fogtok, illetve ha megyek haza vásárhelyre, akkor természetesen mindig megmutatom nektek, de nem vagyok otthon, ugyanazt a választ tudom adni nektek a kérdésekre, amit fél éve is adtam. Van itt egy olyan kérdésünk is, hogy hogy haladtok Olival, sokat fejlődött, megéri-e, megérte felvinni Gáborhoz?
nagyon, nagyon imádjuk Olit Gáborhoz fordulni, Gábor imádja Olit, Oli meg imádja Gábort, tehát ők szerelemben vannak konkrétan. Ha a kutya meglát engem és Bencét, vagy együtt a kettőnket, nem örül nekünk annyira, mint amikor Gábort meglátja. Úgyhogy ez egy cseppet beszédes. Ezen kívül pedig elképesztően ügyes, nagyon sokat fejlődött, és tényleg nagyon ügyes kutya egyébként, tehát azon kívül, hogy általában viccelek vele, hogy mennyire gyökér és rossz kutya, igazából nem az. Igazából nem az, úgyhogy nagyon-nagyon ügyes tényleg. És akkor legyen ez az utolsó, miszerint gyerekkori legviccesebb, legparább élményed. Na most az van, őszintén megmondom, hogy így konkrét élményekre nem feltétlen emlékszem, viszont amit akartam mondani, és ami miatt ezt a kérdést felhoztam, hogy mostanában nagyon sokszor van olyan, képzeljétek el, hogy teljesen random, indokolatlanul eszembe jutnak ilyen régi dolgok, tehát ilyen flashbackjeim vannak, és eddig ilyenek nekem nem voltak soha, de konkrétan soha. És mostanában nagyon sok van, és olyan dolgokra emlékszem, amikre évek-évek óta, vagy sőt, lehet, hogy azóta, hogy megtörtént, nem emlékeztem egyszer se. És ezt is akartam kérdezni, hogy nektek van-e olyan, hogy megéltek egy pillanatot, és utána soha nem emlékeztek rá vissza, aztán most valamikor eszetekbe jutott, szerintem ez nagyon érdekes. És akkor ennyi volt ez az ecsetmosós kérdez-felelek videó. Igaz, hogy nem mostunk ki mindent, viszont azokat az ecseteket, amiket a legtöbbet használok, azokat azért elő tudtam készíteni, a holnapi napon sokkal könnyebb dolgom lesz, mint most az összekészülése. Nagyon szépen köszönöm nektek a kérdéseket, viszont ha van kérdésetek, amire szeretnétek választ kapni, akkor azt a komment részekbe írjátok le nekem, és csinálni fogok nem sokára még egy kérdezfeleleket. Ha bármi hozzáfűzni valótok van a videóhoz, akkor azt is a komment részlegbe tudjátok megtenni, csekkoljátok le a többi social media felületemet is, ugyanis a Hello Week alatt nagyon aktív voltam mindenhol. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, a következő videóban találkozunk, sziasztok!